Érezhető a hatása az idei év januárjában bevezetett üdülési utalványnak, vélik az idegenforgalmi szakemberek. A vendég számát tekintve a közkedvelt kirándulóhelyeken országszerte 17,6%-os évközi növekedés érzékelhető. Alkalmazottai részére ugyanis üdülési hozzájárulást kell biztosítaniuk azoknak a cégeknek, amelyek több mint 49 alkalmazottal dolgoznak. Az ennél kevesebb embert foglalkoztatók eldönthetik, biztosítanak-e ilyen jellegű juttatást alkalmazottaik részére. Ez a fiatal édesapa egy több ezer embert foglalkoztató nagyvállalatnál dolgozik. A nyáron Szlovákia felfedezésére indul családjával, mivel a munkáltatója hozzájárul a hazai üdülés költségeihez. Nagyon sok hely van, amit még nem láttunk. Ugye mi Alföldön lakunk, számunkra a hegyek is érdekesek. Információm szerint elég nehéz szállást találni, mivel ennek az üdülési cseknek köszönhetően nagy az érdeklődés Szlovákia szerte. Nyáron már az üdülés szerintem nem érjük el, mert zsúfoltság teltház van, de évvégéig mindenképpen felhasználjuk. Kihasználjuk ezt a lehetőséget! Az üdülési hozzájárulásra azok jogosultak, akik az adott cégnél, vállalatnál több mint 24 hónapja megszakítás nélkül dolgoznak. Évente egy alkalommal az üdülés 55%-ával járulhat hozzá a munkaadó a munkavállaló üdüléséhez. A részmunkaidős munkaviszonyban lévőknek a maximális 275 eurós üdülési utalvány összege. Arányosan csökken. A szülők a gyerekeik táboroztatására is felhasználhatják a hozzájárulást. Az intézkedés a hazai üdülőhelyek iránti keresletet, érdeklődést hivatott elősegíteni. Az üdülési csekk kizárólag Szlovákiában használható fel. A magas tátra az egyik legkedveltebb turisztikai célpont. My sme radi, že návštevnosť Tatrach stále narastá. Ono každoročne je to v priemere okolo 10% plus. A čo sa týka tých národností, tak stále v Tatrach hrajú prím Slováci, ale na tých prvých štyroch zahraničných miestach sa nám vždy nejakým spôsobom menia. Maďarskí turisti, polskí turisti a českí turisti, takže sú to tie krajiny ve štvorky, na ktoré sme my pripravení a vždy sa na nich aj veľmi tešíme a sme radi, že tento trend vlastne stále je. januárban januárba is az üdőlési csekkek, és látjuk, látjuk, hogy most volt egy hosszú hétvége, és tele van azért a hazai vendéggel az egész magas A szállodák igazán 100 majdnem százszerzelékosan ki vannak használva, és a rendezvények napról napra nagyobbak, és napról napra azért mindig van valami rendezvény a magas A szaktárca adatai szerint az idei május országszerte rekordokat döntött, elsősorban a Jégkorong világbajnokságnak köszönhetően. Májusban Szlovákiába 550 ezer látogató, egy millió éjszakát töltött az országban. Kassán 20 ezerrel, Pozsonyban 30 ezerrel nőtt a vendég éjszakák száma. Továbbra is érvényes, hogy idén a hazai vendégek látogatják leginkább Szlovákia turisztikai központjait. Az idei június is rekordot döntött. Az előző évhez képest 17,6%-kal több szlovákiai vendég üdült az ország területén. Azaz a hazai vendégek 328 ezer vendégészakát töltöttek ide-haza. Az üdülési utalványok bevezetése helyes lépés volt, hisz a hazai üdülők számának növekedése átlagon felüli, áll a szaktárca közleményében.